Az orosz-ukrán háború beárnyékolta az évet, ezt Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megye egyes részei hatványozottan érzékelhették, amikor folyamatosan érkeztek a menekültek. A háborús inflációt és az az elleni küzdelmet viszont mindenki megtapasztalta az energia árak emelkedésével, az önkormányzati fenntartású intézmények is. Ezzel kezdte Simon Miklós, a 6. számú választókerület országgyűlési képviselője, a 2022-es év összefoglalóját, aki kiemelte, a legnagyobb eredményt április 3-án érték el, amikor kétharmaddal megnyerték a választást. A nehézségek ellenére tudott fejlődni a körzet, számos beruházással gazdagodtak a települések. Kerékpárutakat adtunk át, összesen mintegy 60 kilométer hosszú kerékpárút épült a választókerületben. Átadás volt ugye kerékpárút tekintetében Nagykállóban, Kállósemjénben, Nyírbogáton, Nyírgersén, és elkészült a Nyírmihályi kerékpárút is. Ezzel Debrecen és Mátészalka között egy húztomban, tehát megszakítás nélkül végig tudunk menni kerékpáruton. Ugye a 471-es főutat halálútnak nevezték korábban, és emiatt fontos volt az, hogy a kerékpárút az útfelújítás mellett megépüljön. Ezzel jelentősen nőtt a 471-es főúton közlekedők közlekedés biztonsága. Ennek része a Nyírgyulai kerékpárút is. Munkahelyteremtő beruházások is megvalósultak a megyében, Nagykállóban például étrend kiegészítő gyártó üzemet adtak át, és napelem alkatrészeket előállító cég is új telephelyet épített. A Nyírbátori Ipari Parkban pedig a Dél bővítette 5000 négyzetméteres csarnokkal a gyártó kapacitását. Emellett számos toppos fejlesztés is megvalósult a térségben. És hogyha a 300 magyar falus programbeli fejlesztést összevesszük, együvé tesszük, akkor ez azt jelenti, hogy a választókerületünkbe mintegy 34 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett az elmúlt uniós ciklusba. Ez egy nagyszerű lehetőség a választókerületben élő családok, a választókerületben működő közösségek számára. Ezek a fejlesztések az élet minden területén éreztetik hatásukat. 13 új bölcsőde épült, 10 óvoda és 20 iskola újult meg, és 7 tornaszobát is átadtak. Emellett egészségházak és közintézmények újultak meg, valamint 60 kilométernyi közút 10 milliárd forint értékben. A fejlődés pedig 2023-ban is folytatódik, hiszen az Európai Unió és Magyarország kormánya szerződést kötött, mind az újjáépítési alapokra, mind a területfejlesztési operatív program lehetőségeire. Ilyen például a Nagykállói Kállai Kettős Művelődési Ház, a Nyírbogáti Óvoda felújítása és a Görög Katolikus Óvoda fejlesztése Mária Pócson. Ezen kívül jelentős eredménynek tartom, hogy Kállósemjén és Mária Pócs között meg tudjuk építeni a kerékpárutat, mert hogy a TOP Plus pályázatban erre lehetőséget kapott Mária Pócs önkormányzata a többi településsel egyetemben. Iskolai fejlesztések fognak történni, és zöld területfejlesztések. A további uniós operatív programokról és az abban felhasználható összegekről ezekben a hetekben születik döntés.